A Határtalanul pályázat keretében bácskatopolyai diákok érkeztek a közelmúltban a Péceli Fáy András mezőgazdasági szakközépiskolába. A pályázat célja, hogy egy magyarországi és egy határon túli magyar szakközépiskola tanulói közös programokban vegyenek részt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által Határtalanul címmel kiírt pályázatnak az a lényege, hogy határon túli iskolákkal keres együttműködést magyarországi iskola, és közös munka, illetve közös kulturális tevékenységek révén próbálja meg szorosabbra fűzni az anyaország, illetve a külhoni országok közötti kapcsolatot. Az első és legfontosabb, hogy új barátságokat kössek a topolyaiakkal, akik nagyon kedvesek és jól fogadtak minket. Mi is megpróbáljuk őket úgy vendégül látni, mint ők minket. Későbbi barátságokat ki lehet alakítani, és a szakmabeli tapasztalat is sokat számít. Délvidéken, a Vajdaságban a Péceli diákok ott járt akkor, közös emlékfa ültetés történt, illetve az iskola kertjében egy virágágyást ültettek be a gyerekek. Ezen kívül kulturális rendezvényeken, ugye Bácskossuth falván március 15-én a Kossuth szoborot koszorúzták meg közösen, illetve a helyi, tehát a régió különböző tehát jellegzetességeit vagy nevezetességeit járták körbe, és akkor időközben ugye barátkoztak is, és ilyen baráti kapcsolatok szövődtek közöttük. Egy évtizede tart ez a kapcsolat, és akkor időről időre ugye látogatásokat teszünk egymásnál. Mindig szorosabbá válik ez a kapcsolat a két iskola között. A diákok nagyon élvezik, meg ugye mi is barátkozunk az itteni kollégákkal. Örömeinket, bánatainkat megosztjuk egymással, elbeszélgetünk, összehasonlítjuk a két rendszer előnyeit, hátrányait, tapasztalatokat cserélünk. Én már végzős vagyok, és több kiránduláson már sajnos nem tudok részt venni ebbe a mezőgazdasági iskolába, és itt hallottam, hogy lehetőség nyílik a lovagolásra, egy kis tapasztalat elsajátítására, és én szeretem a lovakat, ezért is jöttem ide. Tegnap bemutatták nekünk a Péceli Mezőgazdasági Iskola tangazdaságát, az úgynevezett Kishársast, ahol egy nagyon szép lovastábor is van, és itt bírtunk lovagolni, nagyon szép lovakkal, és egy szaktanárral, aki segített minket, hogy mit, hogy kell csinálni. Ez a második napunk itt. Tegnap este volt egy diszkó rendezve a Fáji iskolának a kollégiumába, a Fáji kastélyba, és a helyiekkel összebarátkoztunk, nagyon jót mulattunk, táncoltunk. Nagyon kedvesek az itteni diákok is, és barátságosak. Már ma este is lesz egy ilyen rendezvény, és ott is folytatódik a tegnap esti buli. Remélem, hogy tartsuk továbbra is a kapcsolatot az itteni barátokkal, diákokkal. Körülbelül 10 éve vettük fel a kapcsolatot egymással, tehát azóta tart ez az együttműködés. Közelebb hozzuk egymáshoz a két kultúrát, ami ugye nem is annyira, hogy úgy mondjam, eltérő egymástól, mert tehát ugye magyarok vannak itt is, magyarok vannak ott is, csak ugye határ választ el bennünket. És ez mert ugye diákok egymással ismerkednek, úgy szintén a kollégák is, tehát egy kicsit szorosabbra fűződik ez a kapcsolat, és remélem, hogy ezt tudjuk még hosszú ideig folytatni, és tervünkben van a jövő évben is ezt a határtalanul pályázatot megint beadni.